Fókuszban a vidéki felsőoktatás. A kormány célja, hogy a vidéki egyetemi képzés erősítésével segítse a fiatalok helyben maradását. Megújult a Zrínyi kollégiuma. A több mint 34 millió forintos beruházás nyílászárók cseréjét, burkolatjavításokat és a helységek festését tartalmazta. Katasztrófavédelmi fejlesztések. Mintegy 50 millió forintnyi támogatás érkezett a mentő tűzvédelem, valamint az önkéntesség támogatására Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. A kormány célja, hogy a vidéki egyetemi képzés erősítésével segítse a fiatalok helyben maradását, hangsúlyozta a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár Kisvárdán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A településen a Kisvárda Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ szervezett konferenciát a vidéki felsőoktatás helyzetéről. Az előadások során elhangzott az is, hogy a felsőoktatásból kikerülő fiatalok számára a vállalkozói lét is egyre több lehetőséget kínál, amit akár lakóhelyükön is elindíthatnak. A konferencia résztvevői kiemelték, ezt csak tovább segíti, ha a minőségi felsőoktatási képzésekhez is helyben juthatnak hozzá. Fontos, hogy a Kelet-Magyarország térségében élő fiatalok is versenyképes tudást, valamint a trendekhez igazodó ismereteket szerezzenek. Ezen gondolatköré épültek az előadások, a Kisvárdán rendezett, a vidéki felsőoktatás szerepe az értelmiség utánpótlásában címet viselő konferencián. Az eseményen elhangzott, a kormány azt szeretné, hogy Magyarországon minden településről legfeljebb 60 kilométeres távolságban elérhető legyen egy felsőoktatási intézmény. A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár szerint ezzel a vidéket szeretnék támogatni, és az elvándorlást csökkenteni a fiatalok számára biztosított tanulási és munkalehetőségekkel. Az a cél, hogy helyben képzett értelmiség tudjon azokon a munkahelyeken dolgozni, amit a környezetünkben van. Nem csak azért, hogy kellő számú munkaerő legyen, hanem azt gondoljuk, hogy a helyben lévő problémákra helyben élő és itt tanuló fiatalok tudnak megoldást találni, arról nem beszélve, hogy szeretnénk erősíteni azt, hogy a vidéki értelmiségnek a szerepe tovább erősödjön Magyarországon, és nőjön az identitástudata a fiataloknak, hogy az a környék, az a környezet, amelyet a szűkebben vett szülőföldnek nevezünk, megtalálhassák ott is a boldogulásukat. A fiatalok számára nem csak a munkavállalói lét lehet cél. Ezt már az innovációért felelős helyettes államtitkár mondta. Szigeti Ádám kiemelte, szeretnék, hogy olyan szakembereket képezzenek a magyar felsőoktatásban, akik új, saját ötletekkel, akár önálló úton is elindulhatnak. Fontos az, hogy a hallgatók, hogyha kijönnek az egyetemről, vagy a diákok a szakközépiskolából, akkor ne csak abban gondolkodjanak, hogy alkalmazottként mennek el valahova dolgozni, hanem a saját vállalkozás alapításban is. Ez, hogyha itt vállalkoznak Kisvárdán, vagy a térségben munkahelyeket teremtenek, akkor ezzel hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy a vidéknek a népesség megtartó ereje az növekedjen. Kisvárdán 2 éve van lehetőségük a térségben élő fiataloknak, hogy a Kisvárda Közösségi Felsőoktatási Képzési Központnak köszönhetően helyben szerezhessenek diplomát. A térségben olyan komoly beruházások jöttek, hogy 2016-ban el tudtuk indítani az egyetemi képzéseket a Debreceni Egyetemmel. Ma már elmondhatom, hogy összesen 7 csoportunk van, 3 évfolyamunk, tulajdonképpen több száz hallgatónak adunk képzést helyben. 3 egyetemi partnerünk van, a Debreceni Egyetem, a Szent István Egyetem és az Óbudai Egyetem. Kisvárdán 2019. szeptemberében már a 4. évfolyamot indítják a Debreceni Egyetem mezőgazdasági mérnök képzésében, de a Hajdúsági Intézmény gazdaságtudományi karának vidékfejlesztői mérnök, illetve turizmus vendéglátás szakára, valamint a Szent István Egyetem élelmiszermérnök és az Óbudai Egyetem mérnök informatikus alapképzésére is várják a jelentkezőket. Több mint 34 millió forintból újult meg a Zrínyi Ilona Gimnázium Széchenyi úti kollégiuma. A beruházás 40 darab beltéri nyílászáró cseréjét, burkolatjavításokat és a helységek festését tartalmazta. Ennek köszönhetően a kollégium teljes 4. emelete megújult. Az így létrejött infrastrukturális háttér nagyban hozzájárul a diákok komfortérzetének javításához.
Megújult a Zrínyi Ilona gimnázium kollégiumának 4. emelete. Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastruktúrális fejlesztésére 34.350.000 forintos, 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert az intézmény. A beruházás célja, hogy megteremtse a kollégium lakói számára a hatékony tanulás eszköz és feltételrendszerét, javítsa a kollégista diákok lakhatási körülményeit, hozzájárulva ezzel, hogy eredményesen fejezzék be tanulmányaikat. Nagyon régen épült ez az épületrész, és ideje már ugye a régit egy kicsikét felújítani, korszerűsíteni. Azt szerettük volna, hogy a diákjaink, minden iskola diákja, aki itt tanul, hiszen itt az Zrínyi gimnázium mellett a krudisok, kölcseisek, művészeti szakgimnáziumosok is vannak a kollégiumban, mindegyik otthon érezze magát, és ez a jó közérzet segítse a tanulmányi munkájukat is. Ennek keretében kicserélték az épület belsejében a fa ajtókat és a padló burkolatot. A helységek glettelését követően a fal felületek diszperziós festése következett, majd beépítettek 40 darab beltéri nyílászárót. Ezután megtörtént a padló ajzat kiegyenlítése, melyre nagy kopás állóságú PVC-t ragasztottak. Emellé pedig kemény falábazat is készült. Vigyázunk arra, hogy a gyerekek ne tegyenek kárt a dolgokba, de hát nyilván nem is olyan gyerekek járnak ide. Tehát igyekszünk a magunk erejéből is óvni a környezetet, de egy természetes elhasználódás kamasz gyerekek mellett azt gondolom, hogy a napi szintű problémákat is fokozza. Szeretnénk ezt majd úgy, hogy a harmadik, második és az első szint is megújuljon. A Nyíregyházi Tankerületi Központ más oktatási intézmények felújítására is pályázott. Így újult meg többek között az iskola Kálmánházán, Tiszanagyfaluban és Tímáron. Mintegy 50 millió forintnyi támogatás érkezett a mentő tűzvédelem, valamint az önkéntesség támogatására Szabolcs-Szatmár Bereg megyébe. Ez annak köszönhető, hogy több mint 44 millió forintot nyertek a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei önkormányzati tűzoltó parancsnokságok egy hazai forrásból kiírt pályázaton. Az önkéntes tűzoltó egyesületek pedig mintegy 6 millió forintnyi forrást kaptak eszközbeszerzésre, valamint fejlesztésekre. Védőfelszereléseket, oltástechnikai eszközöket, valamint ilyen speciális mentéshez szükséges berendezéseket is vásároltak a megyei önkéntes tűzoltók abból a támogatásból, melyet egy hazai pályázaton nyertek. A megyénkből 29 önkéntes tűzoltó egyesület pályázott, mind a 29-en eredményesen szerepeltek a pályázatokon és jutottak forrásokhoz, illetve 6 önkormányzati tűzoltóságunk jutott további pályázati forráshoz. A tűzoltósági és műszaki mentési területen mintegy 44 millió forint forrás jutott ezáltal a megyénkben, illetve az önkéntes mentőcsoportok vonatkozásában pedig egy 6 millió forint. Több mint 50 millió forint támogatási összeg jutott ezáltal a megyénkben az önkéntesség, illetve a mentőtűzvédelem támogatására. A jelenlegi állapot szerint a vonulási feladatok több mint egy tizedében önkéntes tűzoltók látják el a mentési munkálatokat Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. Az ő feladatuk jelentős a hivatásosok munkájának támogatásában, melyhez elengedhetetlen, hogy ezek az egységek is minél jobban fel legyenek szerelve. Ennek a pályázatnak több irányú volt a célja. Az elsődlegesen lehetett pályázni szertár építésre, felújításra, tehát legyen egy olyan hely, ahonnan az önkéntesek el tudják látni azokat a feladatokat, amit vállaltak. Aztán volt ebben képzés és vizsgáztatás is ebben a pályázati lehetőségben, vagyis az állománynak a felkészítése, hiszen mindenki felkészült legyen és képzett legyen a mentőtűzvédelmi tevékenység végrehajtására. És a harmadik része pedig az volt, hogy olyan eszközöket és védőfelszereléseket juttassunk el az önkéntesek számára, amelyeknek a beavatkozásokat végre tudják hajtani. Ezekben voltak tűzoltótechnikai eszközök, voltak védőfelszerelések, és voltak benne olyan eszközök is, amelyeket a műszaki mentések során tudnak alkalmazni, és ott tudják meg hasznosítani. Egy összskálát állítottunk össze, és az önkéntesek igazából olyan eszközökre pályáztak, természetesen a mi szakmai támogatásunk mellett, amelyekkel egy komplex beavatkozást tudnak segíteni. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében az önkéntesek tavaly egész évben összesen 4 alkalommal vonultak többször, mint az év eddigi részében, tette hozzá Nagy József.
gazdasági fórumon mutatták be a Kelet-Magyarország idei top 100 kiadványát. A 2018-as év gazdasági díját az Eisman Automotive Hungária Kft. Ügyvezetője vehette át. Böszörményi Attila 35 perc című műsorunkban elmondta, a vállalat jelenleg is fejlesztéseket hajt végre Nyíregyházán, zajlik a telephely bővítése, melynek köszönhetően jelentősen nőhet a foglalkoztatás az autóipari cégnél. 21 éve néhány tucat emberrel és pár termékkel érkezett Nyíregyházára az Eisman Automotive Hungária Kft. Kezdetben az alacsony munkabér is vonzóvá tette a régiót a német autóipari anyacég számára. A több mint két évtized alatt azonban jelentős fejlődésen ment keresztül a nyíregyházi telephely. Már a versenyképes munkahelyként 900 alkalmazott dolgozik náluk, és megtöbbszöröződött az árbevételük is. A cégvezető idén a megyei top 100 kiadvány gazdasági díját is kiérdemelte. Nagyon büszkék vagyunk rá. A mi gyárunk oktató és tréning központja az egész Eisman csoportnak. A gyártás szervezés témájában pedig elismerten a legjobb gyár. Ez különböző belső vagy akár külső díjak is mutatják, európai díjak, de a csoporton belül is elismerten a legjobb gyár címet viseljük már jó néhány év. A nyíregyházi telephelyen is problémát okoz a szakképzett munkaerő hiánya. Ennek ellenére további fejlesztéseket terveznek a vállalatnál. Folyamatosan fejlődünk, ugye komoly terveink vannak a jövőre nézve, és úgy technológiai, vagy akár területben is bővülni. A cég melletti szomszédos telek a mi tulajdonunkba állott beruházás előkészítése folyik, és ehhez tartozó a létszámbeli bővítés is akár. A vállalat elsősorban a prémium autógyártók számára gyárt termékeket, főként német, angol, francia és olasz exportra, de itthon is két gyárnak szállítanak alkatrészeket. A jövőben a tervek szerint is legfőképp az exportot erősítenék, mivel a hazai piacon egyelőre kevés lehetőség mutatkozik ezen a területen. Ne szavazzák meg a munkaidő keret emeléséről szóló törvényjavaslatot szerdán a megye Fideszes országgyűlési képviselői. Erre szólította fel őket Legény Zsolt, az MSZP Szabolcs megyei szervezetének alelnöke. A szocialista párt által rabszolgatörvénynek titulált módosító javaslat értelmében 250-ről 400-ra emelnék a jövőben a túlóra keretet. A holnapi nap folyamán fognak szavazni a parlamentben az országgyűlési képviselők a rabszolgatörvényről, amely alapján 250 óráról 400 órára emelnék fel az egy évben elrendelhető túlórák számát. Kifejezetten embertelennek tartjuk ezt a javaslatot, és azt gondoljuk, hogy ez kizsigereli a magyar munkavállalókat, ezért arra szólítjuk fel a fideszes országgyűlési képviselőket, a megye összes fideszes országgyűlési képviselőjét, hogy ne szavazzák meg ezt a törvényjavaslatot, a választói akaratot fejezzék ki holnap a választott képviselőként, és ne álljanak emellé a törvényjavaslat mellé. Ófehértón ünnepélyes keretek között felavatták a legrendezettebb vasútállomás 2018 emléktáblát. A MÁV idén nyáron kiírt országos versenyét 45 vasútállomás közül az ófehértói nyerte. Az utazó közönség érdekében az állomási környezet szépítése terén végzett odaadó munkáért és a versenyen való részvételért az ófehértói vasutasok elismerő oklevelet vehettek át és pénzjutalomban is részesültek. A hagyományoknak megfelelően a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nyugdíjas szövetség idén is közös karácsonyi ünnepséget szervezett a régió idősei, a megyei nyugdíjas egyesületek és klubok résztvevői, illetve tagjai számára a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban. A meghitt hangulatú rendezvénynek csak úgy, mint korábban, ebben az évben is az volt az elsődleges célja, hogy azok az idős emberek is jól érezhessék magukat, illetve közösségben és szeretetben ünnepeljenek, akik rendszerint egyedül töltik az ünnepeket. Hazai pályán szenvedett vereséget a nyíregyházi kosársuli Farkasinszki Gyuláné együttese az amatőr NB1 piros csoportjának 9. fordulójában lejátszott mérkőzésen 76-55-re kapott ki a Debrecentől, az NKS a 10. helyen áll a 14 csapatos tabellán.
A mérkőzés előtt is a rutinosabb játékosokat felvonultató Debrecen volt az esélyesebb, és a vendégek az első negyedben 10 pontos előnyt szerezve igazolták is a papírformát. A második 10 perc már szorosabb volt, de egy pontot akkor is hozzá tudtak tenni előnyükhöz a hajdúságiak. Fordulás után tovább nőtt a különbség, amely 20 pont körül állandósult, és meg is maradt a találkozó végéig. Az első percekben még voltak biztató jelek, tehát úgy tűnt, hogy egy aránylag szoros mérkőzést fogunk tudni játszani. De aztán, ahogy telt múlt az idő, rájöttünk, hogy teljesen mindegy, hogy melyik védekezési formát választottuk. Az emberfogásnál is nagyon sok kinti hármas kaptunk. Ha oda kiváltottuk, akkor palánk alatt a centerek oldották meg. Jó betöréseik voltak, és igazából sokkal pontosabban kosárlabdáztak, mint mi. Egyszerűen próbálkoztunk, de látszott már az első fél időre, hogy nincs akkora tűz és lendület ma ebben a csapatban, hogy ezt meg tudjuk oldani. Én ettől függetlenül azt mondom, hogy jó mérkőzés játszottunk, mindenkinek kellő játék lehetőséget tudtunk adni, és úgy gondolom, hogy ez a jövőre nézve biztató lehet. Tehát ugye, hogyha mindenki ki tudja majd venni részét ezekből a mérkőzésekből, akkor talán lesz arra esélyünk, hogy itt a középmezőnyben lévő csapatok közül is bárkit meg tudjunk majd verni. Ezen a hétvégén a felnőtt csapat nem lép pályára, a jövő hétvégén Ajkán zárja az évet az NKS, de a fiatalokra is várnak még meccsek. Az igazság, hogy a junior csapatunknak lett volna mérkőzése, de a Győr kért egy halasztást, így azt be kellett csúsztatnunk a 19-ére fogunk itt a Győrrel egy junior meccset játszani. Hétvégén az egy serdülő hétvége lesz, az a serdülő A és B csapatunk fog játszani, meg a gyerekcsapatunknak van egy meghívása Miskolcra, tehát ők azok, akik még játszanak, és a következő héten van még egy NB1-es mérkőzésünk az Ajk ellen, és ezzel mindenki be is fogja fejezni el az évre a szezon, tehát úgy gondolom, hogy mindenki megérdemli majd a jó kis pihenését, aztán januárban kezdhetünk újra. Az amatőr NB1 tabelláját a Csata DS-e vezeti az ugyancsak 100%-os TFS előtt. A három győzelem mellett 6 vereséggel álló nyíregyházi kosársuli a 10. helyen várja a folytatást. A Real Tate csapata nyerte a 7. Tiszántúli Takarékkupa kispályás labdarúgó tornát, miután a döntőben 7 méteresekkel legyőzte az Autonet FC-t. A harmadik helyen a nyírségi ragadozók végeztek, megelőzve az Offside Sport Café együttesét. Péntektől vasárnap késő estig pattogott a labda a Zrínyi Tiszavasvárüti csarnokában, a 7. Tiszántúli Takarékkupa kispályás labdarúgó tornán. A rendezvényen 32 csapat mért össze tudását Szabolcs, Hajdú és Borsod megye a 10 településének képviseletében. A 200.000 forint összdíjazású tornán sok izgalmas meccset láthatott a szépszámú közönség, az egyenes kieséses szakaszban 5 mérkőzés is döntetlent követő 7 méteres rúgások után dőlt el. Óriási színvonalbeli emelkedés mutatkozott a 7. alkalommal megrendezésre került Tiszántúli Takarékkupa országos teremlabdarúgó tornán. Fantasztikus mérkőzéseket láthattak 3 napon keresztül, és azt kell, hogy mondjam, hogy példanélküli teltház előtt zajlott mind a 3 nap zajlottak a csoportmérkőzések, és hát természetesen a döntő is óriási ováció közepette volt. Itt látszik az, hogy milyen színvonalas nyíregyházi városi kispályás labdarúgó bajnokságunk van, hiszen a legjobb 8 közé 5 csapat is bekerült a Decathlon Konyhaművel Nyíregyházi Sportcentrum városi kispályás bajnokságból. Apró sérülések voltak a bajnokságban, de semmilyen komolyabb atrocitás nem történt. Én gratulálok a csapatoknak is, és köszönöm a támogatóknak is, hogy mellé álltak, emellé a rendezvény mellé. Én bízom benne, hogy mindenki nagyon jól érezte magát. Igazi parkettművészeket láthattak, akik kilátogattak. A tornát végül a Real Tate csapata nyerte az Autonet FC és a nyírségi ragadozók előtt. A gólkirályi címet a Real Tate csapatában szereplő Kovács Róbert szerezte meg, a legjobb játékosnak, az Offside Sport Cafét erősítő Fabu Márton, a legjobb kapusnak pedig az Autonet FC hálóvérét Gazsi Tamást választották meg a szakemberek. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. A kormány célja, hogy a vidéki egyetemi képzés erősítésével segítse a fiatalok helyben maradását, hangsúlyozta a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár Kisvárdán.
ahol a Kisvárda Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ szervezett konferenciát. Az előadások során elhangzott az is, hogy a felsőoktatásból kikerülő fiatalok számára a vállalkozói lét is egyre több lehetőséget kínál, amit akár lakóhelyükön is elindíthatnak. A konferencia résztvevői kiemelték, ezt csak tovább segíti, ha a minőségi felsőoktatási képzésekhez is helyben juthatnak hozzá. Több mint 34 millió forintból újult meg a Zrínyi Ilona Gimnázium Széchenyi úti kollégiuma. A beruházás 40 darab beltéri nyílászáró cseréjét, burkolatjavításokat és a helységek festését tartalmazta. Ennek köszönhetően a kollégium teljes negyedik emelete megújult. Az így létrejött infrastrukturális háttér nagyban hozzájárul a diákok komfortérzetének javításához. Mintegy 50 millió forintnyi támogatás érkezett a mentő-tűzvédelem, valamint az önkéntesség támogatására Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. Ez annak köszönhető, hogy több mint 44 millió forintot nyertek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzati tűzoltó parancsnokságok egy hazai forrásból kiírt pályázaton. Az önkéntes tűzoltó egyesületek pedig mintegy 6 millió forintnyi forrást kaptak eszközbeszerzésre, valamint fejlesztésekre. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, december 11-én kedden friss hírekkel, holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk, kisebb havazással. Szerda estig hideg légörvény alakítja a Kárpát-medence időjárását, amelynek hatására nedves és néhány fokkal hidegebb levegő áramlik fölénk. Az előttünk álló éjszaka megnövekszik a felhőzet, és többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Többfelé is várható havas eső, havazás. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában -2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben az összefüggő felhőzet szakadozottá válik, kis területen rövid napos időszakok is lehetnek. Szorványosan várható gyenge intenzitású havazás. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 1 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. Csütörtökön még gyengén és erősen felhős területek váltakoznak, és legfeljebb néhol fordulhat elő hószálingózás. Péntektől viszont mindenütt megnövekszik és megvastagszik a felhőzet, és az esti óráktól egyre nagyobb területen, szombaton szinte országszerte, vasárnap pedig inkább már csak a keleti ország részben várható hó, néhol havas eső, eső. A csípős éjszakákat az ilyenkor szokásosnál hűvösebb nappalok követik.